Haló, beszélgessünk. Már a projekt elnevezése is mosolyra csalja a szánkat, de a mögöttes tartalma ennél jóval komolyabb. A koronavírus járvány által kiemelten veszélyeztetett korosztály a 60 év felettiek csoportja. Sajnos a járványhelyzet nélkül is komoly problémákat okoz az elmagányosodás és ennek kiszámíthatatlan következményei. Éppen ezért tartottuk rendkívül fontosnak, hogy az egyedül élő idős emberek számára, akik nem tudták vagy nem akarták elhagyni otthonaikat, az ellátásukban való közreműködésünk mellett biztosítsunk egy olyan folyamatos, a hét minden napján elérhető segélyvonalat, telefonos kapcsolattartási lehetőséget, online programokat, melyek az elmagányosodásukat enyhítheti. A segélyvonalat az egyszerű beszélgetésen túl jogi, pszichológiai tanácsadás a pandémiával összefüggő témák átbeszélését jelentette. Az online térben is megtettünk minden tőlünk telhetőt. A kult13.hu Facebook oldalon délelőtt és délután egyaránt hetente összesen 12 online aktivitást biztosított. A Sport13 Facebook oldalon pedig heti 6 online program, rendszeres sportkvíz kiírása történt meg. Ezeken kívül az idősek klubjai zárt Facebook csoporton belül különböző foglalkozásokat tartottak. De a televízió szerelmeseit sem felejtettük el. A TV13-ban Katus Attila tartotta meg edzéseit, továbbá 2 szépkorú tornát és gyógynövényekről ismeretterjesztő foglalkozásokat is tartottak. A programok sokszínűségében mindenki megtalálhatta az őt érdeklő téma. Kezdeti félelmünk, hogy az idősek az okos eszközöket nem tudják használni, elszállt. Többségük örömmel és élvezettel vetette bele magát. Figyelembe véve a programban résztvevő szakemberek véleményét, a tapasztalatokat és a pozitív visszajelzéseket, a programot folytatjuk. Lendületben a 13. kerület.